Voltak-e elégedetlenkedő lakók a kolozsvári Magyar Napok alatt? Volt-e bármiféle lakossági panasz? Kérdezem Olá Emese alpolgármestertől, akivel a kolozsvári akvapark és a metró tervét is átbeszéljük. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Szép napot kívánok! Kipihente magát a Magyar Napok után? Hát ez túlzás lenne ilyen bátran kijelenteni, de igen, visszatértünk a munka mezejére, ami a megszokott kerékvágásnak megfelelő munkaütemet jelent. Gergely Balázzsal itt az imént arról beszélgettünk, hogy ismét rendszeretők voltunk mi kolozsváriak. Volt-e panasz ránk? Általában nincs a kolozsvári Magyar Napokra panasz, de ezzel nem zárhatjuk ki azt, hogy lakossági bejelentés érkezzen. Ez előfordult az idei kolozsvári Magyar Napok alatt, de úgy gondolom, hogy megoldódott a probléma. Megkérdezhetem, hogy mire vonatkoztak a panaszok? A hangzavart nehezményezték, de ismétlem egy büntetést kiszabtak, és ezt követően nem volt több gond. Egyéb rendzavarás, kosz utánunk, volt-e bármi ilyen jellegű dolog? Nem, ez soha fel nem merült a kolozsvári Magyar Napok ideje alatt, és most is külön gratuláltak ahhoz, hogy milyen tökéletesen szervezték meg idén is a kolozsvári Magyar Napokat. Hát erre nem is érdemes több szót vesztegetni, bízunk benne, hogy ilyenek is maradunk. Beszéljünk inkább arról, hogy úgy néz ki, hogy vakvágányra futott a metró terve. A tegnapi tanácsülésen bejelentették, hogy leállnak az előkészítő munkálatok. Hát mi történt? Ezért szeretném azt hinni, hogy nem vakvágányról beszélünk. Egész pontosan az történt, hogy felfüggesztették a közbeszerzési eljárást. Azért döntöttünk a felfüggesztés mellett, hogy ne kelljen várjunk még 6 hónapot, míg megsemmisítik hivatalos úton jelentkező hiányában. Ugyanakkor többen felhívták figyelmünket arra, olyan cégek, kivitelező cégek, akik jeles tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, hogy az adott körülmények között és a költségkeret között nem megvalósítható Kolozsváron a metró építése. Ezért döntöttünk úgy együtt a szállításügyi minisztériummal, hogy felfüggesztjük az eljárást, és újra gondoljuk a sarokszámokat, ami a költségre vonatkozik. Ez időben mit jelent például? Hogy mennyivel tolja ki a metró megvalósítását? Egyértelműen függ attól, hogy milyen gyorsan fogadja el az önkormányzat és illetve a minisztérium is a sarokszámokat, de úgy gondolom, hogy ez volt az adott körülmények között a leglogikusabb lépés, és nem vártunk még 6 hónapot azért, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. És akkor ezek után legyen egy jó hír is, úgy néz ki, hogy mégiscsak lesz egy akvaparkunk, méghozzá itt a szomszédban, a Grigorescu negyed végében. Fogják elméletileg ezt összehozni, legalábbis bízunk benne. Tegnap a polgármester bejelentette, hogy a negyed végén található strandot fogják átalakítani akvaparkká. Készítsük be a fürdőruhát? Én azért úgy gondolom, hogy vissza kell emlékezzünk arra 2 próbálkozásra, ami az akvapark építésére vonatkozott. Az első a Szamosfürdő helyszíne volt, a második pedig a Keleti Park. Mindkét esetben szakemberek, illetve a civil szervezetek észrevételeit figyelembe véve az önkormányzat úgy döntött, hogy más helyszínt keres. Azóta se álltunk le a kereséssel, ebben az évben sikerült felszabadítani közel 6 hektáros területet, ahova elképzeléseink szerint meg lehet építeni az élmény. De addig még nem készül el a tanulmány, illetve a megvalósíthatósági tanulmány, úgy gondolom, hogy nem kell annyira bátran nyilatkozzunk ebben a kérdésben. Reményeink szerint lévén, hogy ott már működik egy strand, nem lesznek gátoló tényezők, de a tegnapi tanácsülésen egyértelműen arról döntött az önkormányzat, hogy módosítja a költségvetését és előirányoz a tanulmányok előkészítésére szükséges keretösszeget. Tudom, hogy erre nem szokott egyenes válasz érkezni, hogy mikor lesz kész az az akvapark, hiszen ugye megvalósíthatósági előtanulmány, stb. Hosszú folyamatról van szó, de mikor lesz ebből akvapark? Hát, hogyha minden úgy történik, ahogy ezt elképzel az önkormányzat, én úgy gondolom, hogy 5 éven belül már megnyithatja a kapuit az akvapark. De ahogy azt ön is említette, igen, megvalósíthatósági tanulmányok, tender, és csak ezt követi a tervezés és kivitelezés. Létezik egyébként egy erre vonatkozó lakossági nyomás vagy kérés, hogy legyen már Kolozsvárnak egy ilyen vízi világa?
Már nagyon rég megfogalmazódott ez az igény, főleg látván, hogy a szomszédos településeken is készülnek kisebb-nagyobb élményfürdők, illetve milyen turisztikai vonzópontot jelent ez adott esetben szomszédos nagyobb városok akvaparkja, illetve élményfürdője, úgy gondolom egyértelműen szükség van Kolozsváron is egy ilyen helyszínre. Egyébként ez mekkora beruházás lenne, és milyen alapokból finanszíroznák? Ezt nehéz megsatszolni. Tény és való, hogy az elmúlt megvalósíthatósági tanulmány 42 millió lejről beszélt, de azóta sok minden változott. Hatalmas nagy az infláció ebben az évben, úgyhogy nehéz megsatszolni, hogy milyen összegről kell számoljon az önkormányzat. Lehetőség szerint szeretnénk lepályázni ezeket az összegeket, de nem tudjuk még, hogy milyen európai uniós források. Igen, ez az elsődleges cél az önkormányzatnak, de ehhez természetesen meg kell nyitni az ilyen jellegű finanszírozást. Nagyságrendileg így beszéltünk arról, hogy 6 hektárt sikerült megszerezni, de ez mégis mekkora akvapark lenne? Ugye tudunk, hogy mit tudom én, létezik egy Váradon, vagy létezik egy nem tudom Nyíregyházán, tehát ezekhez tudunk viszonyítani. Ez egy hasonló jellegűen nagy vállalkozás lenne, vagy kisebb? Én úgy gondolom, hogy a 6 hektár ez elég nagy terület, és a Váradihoz hasonló, és sőt még azzal vetélkedhető élményfürdőt lehet létrehozni. Most csak, hogy összehasonlításképpen megemlíteném, hogy a jelenlegi strand együtt a fedett bazinnal 1,5 hektáron működik. Kezdődik az iskola, aztán meg az egyetem. Ez mindig sokkal több autót jelent, sokkal több diákot jelent az utakon, a forgalmat meg sokszorozza. Mi várható, mire számítanak? Vannak-e olyan munkálatok, amelyek akadályozzák majd ezt a forgalmat? Én továbbra is arra bíztatok mindenkit, hogy használja a közszállítási eszközöket. Egyértelműen nagy infrastruktúrális munkálatok folynak jelenleg Kolozsváron, ezt mindannyian láthatjuk, ha csak a Móczó kutya felújításáról beszélek, ami egy fontos ütőerre Kolozsvárnak, vagy a Farkas utcai és Szentegyház utcai munkálatok, ezek egyértelműen meg fogják nehezíteni. Egyrészt a forgalmat, a parkolást Kolozsváron, de nagyon jó közszállítási hálózata van Kolozsvárnak, főleg ami a központot illeti, és arra bátorítok mindenkit, hogy éljen a lehetősége. De ezzel kapcsolatosan meg szeretném említeni azt is, hogy az iskolabusz programot is módosítani kell, hiszen jelen esetben nem tudnak behajtani az iskolabuszok a Farkas utcába, úgyhogy a szülőknek a megértését kérjük. Valószínűleg, hogy a legközelebbi jelen esetben a Petőfi utcai buszmegállókat fogjuk használni annak érdekében, hogy a gyerekek eljussanak az Apáczai, illetve református kollégium udvarára, illetve bejáratához. A jó hír ellenben az, hogy a Magyar utcai Szellini iskolához is biztosítani fogunk iskolabuszjáratot. Mindenképp érdemes a szülőknek arra figyelni, hogy milyen módosítások lesznek e tekintetben, de gondolom, hogy erről lesz még majd hírük, és esetleg az iskolák is értesítik a szülőket. Egyértelműen már volt egy egyeztetés az iskolaigazgatókkal, és a következő periódusban a szülőkkel is szeretnénk leközölni ezeket a tényeket. Olá Emese, köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.